Na csácsom, egy sötét a csokoládé és traktorkerék, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik egy következő videóval, ami nem lesz más, mint egy map teszt. Egy olyan mapot fogunk tesztelni, amivel nagyon sokat játszottunk már Farming Simulator 15-ben, de most már Farming Simulator 17-ben is elérhető számunkra. Ez nem más, mint az FSH Modding 5.1-es map, nálam felső újlag vagy alsó újlag mapként ismerhetitek. Sárközi Péter bocsájtotta a rendelkezésemre, és gyakorlatilag, ha jól tudom, akkor még nem publikálta sehol, szóval ez egy ilyen premiernek fogható fel. Természetesen a map linkje lent van a leírásban, ki tudjátok próbálni, tudjátok használni. Úgy gondoltam, hogy csinálunk egy ilyen tesztet, és megnézzük, hogy teljesen jól működik-e minden, hogy úgy néz ki-e minden, mint a Farming Simulator 15 világába, és emiatt tényleg gyors végigfutunk a mapon, és megnézzük, hogy mégis hogy fog működni. Ugye természetesen a menürendszer, Farming Simulator 17-es, emiatt talán egy kicsit jobban átlátható is az egész, könnyebben kezelhető, és megmondom őszintén, hogy ha most kezdenék el FSH Modding 5.1-et, tehát újlag mapot, akkor lehet, hogy Farming Simulator 17-be kezdeném el, de most már, hogy ugye én a 15-be tolom, valószínűleg, hogy nem fogom újra kezdeni 17-be, viszont ugye nagyon sokaknak problémája volt ugye a 15-be, Farming Simulator 15-be, főleg akik tört játékkal játszanak, hogy nem működtek rendesen ugye a dolgok, például a kapunyítás nem működött. Ez amiatt volt ugye, mivel a tört verzió valószínűleg nem a legfrissebb patch-sel volt ugye megáldva, így most már Farming Simulator 17-be el tudjátok ugye ezt kerülni. Egyébként néhány gépet is berakott a készítő a map mellé, ugye a leírásban van egy darab link, abba találhatjátok a gépeket is, tehát ami van ott az a link, azt letöltitek gyakorlatilag ugye a zip file-t, vagyis a RAR-t, és akkor ugye azt még tömörítsétek ki, és akkor úgy rakjátok a mod mappába. Na, viszont akkor én szerintem veszek egy traktort, és akkor megnézzük, hogy egyébként megmutatom gyors, milyen traktorok vannak be, most azokat nem fogjuk kipróbálgatni. Ugye két darab Rávostelgert, egy 82-est és egy 550, ezt az MTZ-t, ami talán 80-asnak fel, meg egy MTZ 50-est rakott be a srác. Most tudom, a 80-es, igen. Igen, 50-es. Érdekes, ez 55 lóerő, úgyhogy ez nem tudom milyen akar lenni. Jó, ja, ez még 80. Jó, oké. Akkor veszünk egy kisebb traktort, amiben így be tudjuk járni a dolgokat. Hát lehet, hogy veszek egy hűr... Nem, veszünk egy hűrlement, veszünk egy ilyet. Most tényleg csak arra, hogy ugye be tudjuk gyorsan járni a dolgokat. Meg egy darab pótkocsit akarok menni, mert valamit meg akarok nézni, és meg fogjátok látni, hogy mégis mit fogunk megnézni. Higgyétek el, hogy ez talán érdekel benneteket is. Jó. Ja, meg egy darab... Várjatok még valamit? Egy darab dolgot még akartam venni. Egy darab vetőgépet is akarok venni. Készüljünk fel rendesen arra, hogy ugye tudjuk tesztelni a dolgokat, ha már egyszer... Veszünk egy darab vetőgépet, vásárlás, és a vetőgépet visszaállítjuk a telepre, és így akkor ki is tudjuk próbálni, ugye, hogy ezek a visszaállítási pont, ez normálisan működik-e. Visszaállítás, nyomunk egy visszaállítást a vetőgépen, és megnézzük, hogy hova került, elvileg a telepre került, megnézzük, hogy arra a placra-e, ami ugye nekünk jó. Ezzel a portkocsival, meg a traktorral meg elmegyünk lábon, mert átnézzük, hogy hol találhatóak a dolgok, minden NPC ott van-e, ahol kell, tehát is majd az átvevő helyek. Ugye ott találhatóak-e, meg ilyesmikre vagyunk ugye kíváncsiak. Jó, veressük gyerekek, egyébként teljesen jól néz ki itt a bolt környék, ahogy nézem, minden szinte ugyanaz, sőt, szerintem teljesen ugyanaz. Itt jobbra ugye van egy ilyen átvevő hely, amint látom ott a minimapon, ugyanott található ez is, és egy dolog, mint hogyha más lenne, a talajtextúra az adsága, lehet, hogy kövezetek meg, hogyha én emlékszem rosszul, de szerintem a talaj az nem ugyanígy volt textúrázva ezen a helyen. De amúgy vasmacska, minden teljesen ugyanúgy van megcsinálva. Jó, menjünk tovább, aztán nézelődjük még egy kicsit. Egy Ferguson traktor vettünk. Bocs, gyerekek, most nem a járműveket teszteljük, hanem magát a mapot. Egy kicsit, mintha nagyobb lenne a fű, de ugye már ezek a dolgok abból is adódnak, hogy Farming Simulator 17-ben nem pontosan ugyanúgy vannak a dolgok, mint Farming Simulator 15-ben. És vannak az NPC-k is ugyanúgy járnak, ahogy látom, de mintha, de... Ugyanazok az NPC-k is vannak. Farming Simulator 17-ben is ugyanazok az NPC-k vannak, mint 15-ben. Nem tudom.
Ugyanúgy ott van a kobolt, ugye tojást ugyanott el tudod adni, meg ki tudja, hogy még mi, mit. Igen, elég nagy a fű az udvarokban, azt nézem, és itt is a talaj textúrázottsága, mint hogyha más lenne, de ugye itt az átvevőhely ugyanúgy működik, ahogy látom. A kaput az óval ugyanúgy lehet nyitni nagyon sok helyen. Menjünk, forduljunk itt el, aztán akkor megyünk is a telepünkre. A telep környékére vagyok leginkább kíváncsi. Micsoda jó kis játszótér, gyerekek. A telep környékére vagyok leginkább kíváncsi tényleg. A fő, mint hogy egy picit jobban burjánzana, itt az útra is kilóg, meg a járdám, már kicsit elhagyatott, a kicsit ilyen dízis beütése van a dolgoknak. Mi ilyen zombis? Zombi apokalipszis történt újlakon dolog. Tényleg milyen lenne egy ilyen mapot megcsinálni, hogy ugye megcsinálod mondjuk 50 évvel előtte, és akkor egy-két dolgot ilyen újabbra csinál, vagy pedig 50 éve utána, hogy tök romos lenne minden, hogy átalakítani egy ilyen mapot. Kár, hogy nem értek hozzá. Ja, a fű az jobban belóg, úgy látom az utakra. Bár én megmondom őszintén, nem is bánom, hogy egy kicsit ilyen lett a dolog. De amúgy azt nézem, a földek is, főleg a minimapot is nézem közben, azok is mind ott pontosan ugyanott lennének, és én szerintem még ugyanazok a termények is vannak rajtuk. Igen, lassan ide érünk. Várjátok, itt nem volt egy nagy zászló, nem volt egy nagy zászló, valami, mintha rémlene. Vagy én vagyok hülye? De úgy látom, a telepnek a textúrázottsága is teljesen más. Busz megálló ugyanott van, fú, minden ugyanott van egyébként. Ajtó nyitás frankon működik. Nagyon jól működik eddig minden. Eddig lekopogom, minden teljesen frankon működik. Annyi, hogy most más a textúrája a talajnak, szerintem azzal nincs olyan nagy probléma. Ja, igen. Amikre nagyon kíváncsi voltam, ugye ennek a mapnak az tök jó volt az a feature benne, hogy ugye külön tárolók voltak, gyakorlatilag a búzát, meg a repcét, meg a mindent, az külön tárolóba raktad le. Szerintem ez tök reális, főleg a régi TS-ek világában reális volt. Ugye nem úgy volt, hogy egyből öntöttél mindent, aztán Shiro kiválogatta, hanem főleg az ilyen kisebb TS-ekben az gyakorlatilag ugye mindenképpen magtárak voltak. És ugye itt például kukoricát tudod tárolni, és igaz, hogy a silóból, ami ott van, abból tudod leengedni később, de viszont ugye nem. De nem egy helyre öntötték, ugye természetesen, nem egy helyre kell önteni. Erre voltam kíváncsi, ezért hoztuk a pótkocsit, ugye a silóból engedünk ki egy kis szemet, mondjuk kiengedjük mondjuk a repcét, és akkor bevisszük ide ebbe a tárolóba, és akkor megnézzük, hogy ez tényleg ez jól működik-e, és oda kerül-e. Az vetőgépre is szükségünk van, mindjárt azt is meg fogom mutatni egyébként, hogy a vetőgépre mi szükség van, volt, lesz. Na. Oké. Okay. Húz a repce. Hát ott van egy cső, amelyik nem jó helyen van, ahogy látom. De hát ez nem egy olyan nagyon vészes dolog. Megnézzük az állattartási részt is, ott hátra ne felejtsünk el elmenni. Tényleg végig akarok mindenhol menni, aztán akkor meg fogjuk nézni teljesen dolgokat. Ja, még az nagyon tetszett ebbe a mapba is, hogy például a krumplit azt itt tudod elhelyezni ebbe a raktárba, és ugye a szállítószalagon tudtad kinyerni, és nem az volt, hogy mondjuk csak irreális módon tudom én, nem egy raktárba tároltad, mert a krumplit azt általában raktárba tárolják. Na, nyílj ki? Ja, ez meg így nyílik, hó, de jó. És akkor ide le tudtad önteni a burgonyát, és akkor itt ugye, itt onnan meg ki tudtad nyerni. És ugyanígy a répát is így volt megoldva. Itt van a repcetárolónk, igen, jó. Akkor ezt az ajtót kinyitjuk, talán ki lehet itt is. Minden működik, úgy látom eddig. Amit kipróbáltunk, az minden működik. Jó, és beviharzok ide, megpróbáljuk kijönteni. Nézzük, hogy ez is frankó-e. Itt lehetett tenni a falnál önteni, azt tudom. I betű. Nem. De, működik gyerekek ez is. Jó, nagyon jó. Szuper. Ez tetszik, oké, ez működik ez a része a játéknak. Most lerakom a pótkocsit, most egyelőre nem lesz szükségünk, talán. Fölszem a vetőgépet, arra vagyok kíváncsi, hogy van vetőgép töltési pont, van... amit ugye nem jelez a térkép. Ugye itt van, a üzemanyag töltőpontot jelez, viszont a vetőgép töltési pontot nem jelzi. Ugye Farming Simulator 15-ben mindenképp kellett vetőgép és
műtrágya töltési pontodnak lennie, mivel Farming Simulator 15-ben még nem voltak raklapos és zsákos cuccok. Az ugye Farming Simulator 17-ben jelent meg, úgyhogy nem biztos, hogy itt most már meg fogja tölteni a vetőgépet, mert ugye most már tudsz venni zsákosat is, és ugye azt például fel kell tudod pakolni, meg ilyesmi. És akkor ide tudod hozni, ha esetleg kell. De nem tartom kizártnak, hogy ez is belekerült ide. Ugye itt tudsz tankolni, ha minden igaz. Várják a F1, újra tankolás. Ez is jó helyen működik, igen, nagyon jó. És akkor... hát... ja, kinyitom, utálom, hogy le van ponyvázva. És akkor nézzük csak. Aha. Működik, gyerekek, nézzétek. Figyelj. Működik, ugyanott működik, nagyon szuper. Itt meg mi volt? Itt meg szalmát tárolhatsz, vagy micsodát? Nem, ez csak egy ilyen univerzális tároló? Ja, ez semmit nem mutat itt. Vannak ilyen tárolós részek, amik nagyon megvannak, nagyon tetszik, hogy... tudom én, hogy van már egy bálakupac, amit természetesen nem tudsz használni, de úgy mégis, hogy tudod hova kötni, hogy oda tudod a bálákat pakolgatni. Ajtónyitás. Eddig, ahogy nézem, teljesen jól működik. Tényleg szép. Jó. Igen, egyébként a srác, aki megkeresett, mondta, hogy nagyon sokat nézte a Farming Simulator 16-os új lakos videóimat, és úgy gondolta, hogy hát miért ne? Miért ne csináljon nekem akkor egy 17-et? 17-ben is ezt meg... miért ne oldanám meg? Ja, ez is úgy látom, hogy jól működik. Ja. Ez is jól működik, úgy néz ki. Érdekes, hogy tele van most már. Figyeljetek viszont, hogyha nézitek ezt a videót, és ti is vegyük úgy, mint egy ilyen nyílt beta tesztet ezt a lehetőséget, hogy most elérhető mindenkinek ez a map, úgyhogy töltsétek le, nézzétek meg, és itt a komment szekcióba írjátok le, hogy ti milyen hibát találtatok, hogyha találtatok hibát, és hogyha találtok hibát, akkor ugye már is... ez nem tetszik, jó ez gyerekek. Ja, itt van, itt tudunk tárolni valami mulcsot, meg szalmát, meg szénát talán. És ugye még digitális kijelző is van hozzá. Ez jó, várja. Ez jó. Igen, ez frankó. Valószínűleg működik, nem tudom megmondani 100%-ra. Ezért inkább ez legyen egy ilyen nyílt beta teszt. Mindenki így el tudja érni ezt a mapot most itt. Le tudja tesztelni ő maga is, és meg tudja nézni, hogy esetleg találkozik a hibával. Én mutatok egy hibát, amiről tudok, ugye. De tényleg ez a verzió, ez még olyan, hogy ez gyakorlatilag mondhatni az első publikus verzió erről a mapról. Farming Simulator 17-ben, és van egy hiba, amit majd mindjárt megmutatok nektek. A TMK műhely, ugye mivel nincs benne az, hogy folyamatosan sérülnek a járművek, ezért ugye a TMK műhely az nem működik. Működik olyan szinten, hogy be tudsz menni ilyesmi, de maga, mint funkcióját nem látja el. De hát akár tárolhatsz benne, amit akarsz. Úgyhogy a lehetőségek tárhat. Itt van a mosó, ugye. Mindenhol vannak nagyon jó pakolási lehetőségek, nagyon szeretem ezt a mapot. Jó, akkor a telepet azt szerintem át is néztük, menjünk egy kicsit távolabb, körülnézünk máshol is. Amire még kíváncsi voltam, ja, megmutattam azt a hibát, amiről tudok, hogy gyakorlatilag maga a készítő hívta fel a figyelmemet, hogy erre figyeljek, mert ezzel problémám akadhat. Annyi probléma van, és ezt el is mondom most, amiről én tudok az egész napon, hogy ha vasúti átkelőn mentek át, akkor maga a játék ledob egy láthatatlan tárgyat, egy objektet ide, amit nem láttok, most én neki megyek szándékosan, itt van. De ezt ki fogja venni és fogja javítani, mondta már, hogy már ki is vehette volna, de most még, mikor én már megkaptam ezt a verziót, abban még nem volt kivéve, lehet, hogy már a következő verziójában kivett. Így ki tudott kerülni, ahogy én mutattam, hogy ugye átmész a másik oldalra, ott visszamész a másik oldalra, ennyi. A vonat nem közlekedik, annyi, valahol van, de nem mozog. Annyit még azt ugye el tudom mondani, egyébként jobban néz ki a fű a játékban, meg ugye jobban néz ki egy kicsit, ott a vonat egyébként lerobbanni. Kicsit jobban néz ki, mint a 15-ben az egész, mondhatni. Még az út textúra az, mint hogyha más lenne. Egyébként egy ilyen mapnak az átpakolása nem pont arról szól, hogy berakod az editorba, azt utána akkor bum, elmented, és akkor neked az jó.
ez 17-ben, hanem ezt, itt ugye egy csomó dolgot ugye össze kell pakolgatni, hogy ez működőképes legyen, mert akkor ennyire az összes map addig tartana, hogy berakják az editorba, utána elmentik, és már is ugye akkor Farming Simulator 17-ben, vagy 19-ben, vagy akármiben elérhető. Szóval ez nem így működik teljesen. Na itt is ugye úgy kell kikerülni ezt az objektet, hogy start mész a másik oldalra, hoppá, csak nem mennek ki, és akkor már is ki tudod kerülni, szóval nem nagy probléma. Nézzük meg ezt a izét, ezt az üzlet, tehát hogy itt is működnek, jó, a kapu is működik, Franco, itt is. Szerintem ezek a dolgok is teljesen működőképesek. Kellett volna hoznom egy homlokrakodót, de tényleg próbáljátok ti is ki, használjátok a mapot, nézzétek meg, mi tetszik, mi nem tetszik, mi jó, mi nem jó, és akkor ugye akkor mégis tudunk. Itt gyakorlatilag egy ilyen nyílt beta tesztbe részt tudunk venni. Jó, elmegyek még a fűrésztelep környékére, meg itt végigmegyek az úton, aztán akkor úgy látjuk, hogy mégis mennyire jó, mennyire jó működik. Eddig olyan nagyon, tényleg durva, nem hogy durva hibába, jó, ebbe az egy hibába, ami durvább, hogy ott neki tudsz menni annak a láthatatlan tárgynak, az egy probléma van, ami ilyen szembetűnőbb, de a többi része az talán még annyira nem vészes. Kicsit villogassunk, ha már van egy ilyen dolog. Ez mennyire magyar ez a dolog így, ahogy át van hozva, jaj, nagyon jó. Jó, hát vágjuk le itt a dolgokat, mert... Ezt nagyon sokáig tartana. Az is tetszik ez a felüljáros megoldás itt a vonatnál. Nagyon magyar lett egyébként ez a nap, talán azt tetszik benne leginkább, hogy valahogy... Nekem nagyon visszaadja azt a milliót, ami azon a környéken is van, ahol én laktam, ugye? Itt is vasúti átkelő, az a lényeg, átmész a bal oldalra, nem ez az object mellett, ugye gyakorlatilag az object szerintem valami soronfúrnak az összetevője. Hoppá, itt egy kicsit a fű az, mint hogyha túl burjánzott volna. Látszik az aszfalt, de a fű az magasabb, érdekes. Bár őszinte leszek, nekem így még talán még be is jön. És olyan abandonált, ilyen elhagyatott akármi akar lenni. Ja, balra van az erdős részük, menjünk már arra. Ott van szembe, ugye ott van egy ilyen sztaj, ez még szerencsére volt még. Vadászles minden. Ügyelek, a kipör belement a tutiba. Ah, ami jó sűrű az erdő, valam. Gyerma. Földút maradvány. Jó az erdő, tetszik. Jó. Na hát ez komoly volt, ha játszok. Ezt tudjátok, hogy retján volna ezt az a traktor, amikor a tetejére esik. Itt a szar. Várjátok itt. Tetszik egyébként, tök jó. Jó meg van csinálva, tetszik. Nagyon jó. Milyen jó sűrű lett az erdő, meg milyen kis random vannak a fák, meg jó az aljnövényzet. Gyerekek, teljesen bejövős, nekem tetszik, nem? Ó, itt egy út megint. Egy kicsit... Nagyon. Kicsit túl van, túl burjánzott a fű, de... Nem mondom őszintén, egy cseppet se zavar engem. Hát ez meg milyen vas. Van is arampó volt annó, ott is arampó másokkal, ha. Kicsit turbúrjánzottak a dolgok, a fű, de nem zavaró. Nem tudom, itt működik-e rendesen ez a fűrésztelep. Gyerekek, tényleg egy kicsit ilyen stalkeresre sikerült, hogy itt annyi fű van, mint az atom. Na, megyünk, megnézzük, jó? Nem tudom, ez működik-e, mert itt üzemelanyag igen, működik, ott van az itt van, igen, jó.
Valaminek ott az ikonja, bár ide lehetett régen, ugye. Hát szerintem működik animálban, nem van. Ah, betörött a lábam, gyerekek! Na, ah, hát nem tudom. Ide is kellene hozni, ugye meg tudnánk akkor nézni. Itt lehet tankolni, az oké. Okay. Egy kicsit durva, durva lett a fű. Ja, egy kicsit elhagyatottak ezek az útak. Na, hát megyek én toronyira, nem szarakodok. Lassan vissza is fogunk érni. Erre nem is emlékszem erre a helyre, erre. De valahogy nem emlékszem itt, hogy ez itt lett volna, hogy ahhoz sem tudja. Ja, lassan visszaérünk akkor a városba, Újlakra. És akkor körbe is értük a mapot. Ja, itt van az izé, ez a cső. Izé, csövet, itt kiásták. A Sóvilak. Welcome to a Sóvilak. Jó, gyerekek, szerintem ennyi lett volna ez egy nagyon gyors kis map test. Megállunk a kocsmánál, nem is tudom, vasmacska kocsmánál. És leülünk egyet a padra. Aztán innen szerintem akkor elbúcsúznék, megiszunk egy jó kis sört. Mari, hozzad a sört, aztán szerintem próbáljátok ki, töltsétek le, megnézzétek, hogy milyen, és írjátok kommentet, és akkor itt a készítő meg tudja nézni, hogy mit kell neki javítani a rajt, és akkor esetleg tudja is publikálni majd a következő verziókat. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, csácsumi csötészta!